Itt az Allende és az Aliszka utcák találkozásánál található, most még üres telken épül meg Szekszárd két új házi orvosi rendelője. Ez már biztos, hiszen az önkormányzat a napokban megkapta a pályázat támogatásáról szóló értesítőt a pénzügyminisztériumtól. Ezt csütörtökön mondta stábunknak Zaják Rita, a projektért felelős polgármesteri tanácsnok. Két napja érkezett meg a levél a pénzügyminisztériumtól, támogatásra alkalmasnak ítélték a pályázatot. A pénzösszeget tehát elnyertük. Az épületben két házi orvosi rendelő kaphat helyet. Emellett az itt található, most még elhanyagolt területet kulturált parkká alakítják. Ehhez a helyiek javaslatait is várja Zaják Rita. A polgármesteri tanácsnok azt mondja, fontos cél, hogy a rendelők építésekor minél környezettudatosabban járjanak el. Az előzetes vázlattervek készen vannak. Egy fenntartható zöld tetős épületet szeretnénk mindenképpen ott megvalósítani, és a körülötte lévő zöld területet, mert maradt körülötte zöld terület, azt pedig szeretnénk egy funkciójában jobban üzemelő parkként újjávarázsolni. A forrás tehát rendelkezésre áll az orvosi rendelők kialakításához. Most a végleges terveket készíteti el az önkormányzat, ezt követően közbeszerzési eljárást indítanak, majd pedig indulhat a kivitelezés.